azzal a kollával, hogy kettőnök bemozgult, azzal lendülettel vissza. Kovács Tamás önvédelmi oktató itt épp azt mutatja, hogy egy esetleges támadás során hogyan tudjuk kiszabadítani magunkat a szorult helyzetből. Az Ariszka Taekwondo Klub szervezésében hétköznapi önvédelem címmel indult oktatás Szekszárdon. A képzés célja a résztvevők felkészítése a mindennapok során előforduló támadások kivédésére, a helyes mentális és fizikális hozzáállás kialakítására. A résztvevők megtanulják a támadások felismerését, illetve a lehetséges elkerülési módokat és technikákat. A mai világban jó, ha tud az ember egy kis önvédelmet tanulni, mert olvasom a híreket néha napján, és elég sok ilyen esetről hallok. Én még nem éltem át, remélem nem is fogok, mert nem nagyon áll szándékomba. De szerintem azért igen jó, hogyha valaki fel van rá készülve. Nem feltétlenül én döntöttem így, hogy önvédelmi tanfolyamra fogok járni. A taekwondo edzések karöltve van ez az önvédelmi tanfolyam egyébként, amit a Tamásék tartanak, és először ugye a fiamat gondoltam, hogy induljon el egy folyamatos sportolási lehetőséget, tehát hogy folyamatosan sportoljon, jó közegben legyen, és ebbe ez a klub egyébként borzasztóan jó, tehát nagyon családias légkör van, borzasztó jók az edzések, nagyon jól átdolgozott, jól kitalált, tényleg nagyon jókat lehet edzeni, nagyon jól lehet fejlődni, és így ez az önvédelmi edzés pedig egy picit ilyen puhább keretek között már nem annyira fárasztó módon, de inkább technikai segítséget nyújt azoknak, akik meglátogatják és megnézik, úgyhogy én mindenféleképpen ajánlom ezt mindenkinek. Kovács Tamás, az Ariszka Taekwondo Klub másodedzője, aki annak idején a harcművészet elsajátításakor tanult önvédelmet, és ezt a tudást szerette volna továbbadni, így jött a tanfolyam ötlete. Nem kimondott harcművészet, hanem inkább utcai önvédelemmel, leegyszerűsített formában próbáljuk meg ezt a dolgot csinálni. És mivel nekem az önvédelem az ugye elég jól fekszik, meg szeretem csinálni, így jött az ötlet, hogy próbáljuk meg így különálló sportként, nevezzük sportnak, vinni ezt a dolgot. Próbálok én is olyan változatosabb edzéseket tartani, hogy azért tetszen az embereknek. Ugye most vannak fiatalabb korosztály, 12 éves kortól tartjuk, de vannak felnőtt úgymond tanítványaim is. Alapbemelegítés, ugye egy csukló mozgatás, ami kell a fogásokhoz, ízületeket átmozgatni, mert azért itt elég jól terheljük, hogyha olyan edzést tartok. És ha megvolt az átmozgatásos bemelegítés, akkor rámenjünk szituációkat gyakorlunk igazából, ami esetleg előfordulhat az utcán, az iskolában, ott a környezetben. Úgyhogy nagyjából ennyiből tevődik össze, és ezeket ugye folyamatosan gyakoroljuk, mert ugye az ismétlés a tudás, annyi szokták mondani, és akkor így ezeket muszáj gyakorolgatni. Az önvédelmi technikák különböző harcművészet alapjaiból tevődnek össze, mint a kung fu vagy a kickbox. Ütések, rugásokat azért átveszünk, mivel ugye itt nem megyünk rá a nagyon magas rugásokra, itt azért a nyújtásokra sem fektetünk akkora hangsúlyt, tehát inkább ezek az öv alatti, esetleg testmagasságú rugásokig megyünk el, illetve hát a könnyögütések, ugye Thai boxból, kickboxból ismertek, ezeket is azért gyakoroltatom a tanítványokkal. Én úgy gondolom, hogy szükséges lehet, bár ne legyen rá soha szükség, mindig azt mondom, hogy nem ez a cél, hogy ennek hasznát vegyük, de jó, hogyha az ember tanul valamit a mai világban, ugye. Én úgy gondolom, hogy valamit muszáj csinálni, és illetve a mozgás az mindig kell. Az önvédelmi tanfolyamot szombat délutánonként 15 órakor tartják Szekszárdon. A részvételről az Ariszka Taekwondo Facebook oldalán lehet tájékozódni.